A Durándó Gyöngyösnek egy városrésze, kb. 6-800 ember él. Itt ez egy cigány szegregátum, és ebből a Durándó városrészből nagyon sok gyerekkel foglalkozunk. Élmény pedagógiai alapú foglalkozás, másrészt pedig pályorientációs cél is van ennek a foglalkozásnak. Ami a legfontosabb ezeknél a foglalkozásoknál, hogy azokat az alap készségeket gyakoroljuk, vagy legalábbis kapjanak belőle valami pici alapot, amik majd a későbbi boldogulásuk szempontjából nagyon fontos lesz. Sziasztok! Sanyi! Meli! Jó napot! Jó napot! Melyik van itthon a gyerekek közül? Aha! És Melike hol van? Meli hol van? Fölsétálunk a telepnek a másik végébe. Ott is vannak srácok, és ha már itt vagyok, akkor ott is szétnézek, hogy éppen ki van az utcán. Ezeknek a gyerekeknek egy jelentős része más programokban is benne van. Például most készülünk velük táborba nyáron. Van ez a futóklubunk itt Gyöngyösön. Minden szombaton, vagy vasárnap, de inkább szombaton futunk a srácokkal. Gyere már futni! Viszünk vizet, utána megfagyik. Most a versenyek hiányában ez a motivációs erő megszűnt. Hát látszik rajtuk. Jönnek, de messze nem avval a motiváció, hogy Tibi, bár mikor lesz már a verseny, de mennék, ez most nincs. Ha fej, akkor megyünk focizni, ha futni, ha meg írás, akkor nem megyünk. Na, de betartjátok a szavatokat. De nem durándai módon. Na? Engedj a füldre, oda hatásán a füldre. Nem, ez mocsok van, ide fog jönni a kezemre. Na, tehát ezzel megyünk. Nem menjünk, hagyja meg a jó Isten! Na, Szombaton megyünk! Szombaton mindenképpen megyünk. Szombaton megyünk! Ez az! Ott vagy a jó ancsa! Lusta disznók! Az autonómia alapítványnál 96-ban kezdtem el dolgozni, akkor mint úgynevezett monitor, tehát én látogattam azokat a helyi fejlesztési projekteket, amiket finanszíroztunk, majd szép lassan programvezető, vagy projektmenedzser, vagy csoda tudja miért. Ez egy kis alapítvány, tehát nálunk nincsenek ilyen nagyon hangzatos címek, de programvezető lettem. Belülről jött az igény, hogy minél több terepmunkát végezzek. Én azt gondolom, hogy enélkül a jelenlétnék, a terepmunka nélkül nem igazán lehet hitelesen hozzászólni, hitelesen vezetni olyan projekteket, programokat, amik a romáknak az integrációt, egyszerűen a helyzetnek a javítását szolgálják. Az nem egy álommunka, hogy állsz egy szalag mellett, akkor állhatsz felhúgyozni, amikor neked mondják, nem amikor te akarsz, és valami annyi pénzt keresel, amiből persze meg tudsz valamennyire kicsit élni, de lehetni a magad ura is. És egyébként Pápó, mindenki ezt mondja rólad, és ezt én is tudom rólad, hogy te kifejezetten jó eszű gyerek vagy. Az egyik nagyon fontos feladatunk, hogy mi bemutatunk nekik szakmákat, hogy legyen egyáltalán miből választaniuk. Hát ezt véletlenül nagyobb kedvel fogja tanulni. És utána is próbáljuk őket támogatni abba, hogy bemaradjanak és szerezzenek szakmát. Mi valamiből tesszük lehetővé a választást. És ezért van az például, hogy elviszük őket, itt van egy nagyon profi gyöngyösi cég, akik hát ilyen szakmaszimulátorokkal foglalkoznak, és például heggesztést, festést, gépjárművezetést lehet szimulátoron kipróbálni. Hát eznek egy kettős célja van. Az egyik az, hogy te is ide érhetsz, de ez neked is be kell fektetned, magadba be kell fektetned. Tehát egy motivációs cél, de hát a másik meg az, hogy információt adjunk, hogy ne úgy érjenek a nyolcadikba, hogy nagyon sokat hallom ezt a telepen, hogy alig várom, hogy 16 éves legyek, mert utána nem kell iskolába járnom. Inkább azt mondom nekik, hogy akarj magadnak jó életet. Egy jó életet akarja magadnak, és gondold végig, hogy kinek van jó élete. És ne a dílerre, meg a stricire gondolj a Durándába. Mert annak nincs jó élete. Tanulásra. Abba tud is segít. Meg hogy a Durándából ki akar engem minket innen vinni. Ne ilyenek legyünk, mint a többiek. Hogyha belegondolsz, hogy mondjuk nem itt élsz majd 5-10 év múlva, az milyen? Hát jó lenne. Miért nem akarsz mondjuk itt lenni majd 5-10 év múlva? Hát nem. Nem akarok majd lakni. Hát mert emberek miatt vannak kanibálok erre minden. Itt hát nagyon sok gyerek, különböző korosztályban nagyon sok gyerek él, akik szerencsére már a városiskoláiba szét vannak osztva, nem is olyan nagyon régen, azért még volt cigányiskola Gyöngyösön, én is oda jártam.
És az szét vannak hozzá, de az a tapasztalatunk, hogy ezekkel a gyerekekkel, akik azért hozzák otthonról, kisgyerekkortól a különböző hátrányaikat, nagyon nehezen tud mit kezdeni a közoktatás. Vannak természetesen kivételek, vannak olyan gyerekek, akik kifejezetten jól teljesítenek az általános iskolába, és tovább tudnak menni, de ez azért ritkább. Ahova most megyünk, az egyik futócsapatba szereplő srácnak a nagymamája, ő neveli a srácot, aki most már kollégiumban van, mi segítettünk neki kollégiumba kerülni Budapestre. Úgy jöttek a Tibiék be a képbe, hogy láttam, hogy a Tibi állandóan viszi a gyerekeket, meg stb. Mondom, Danika, te is miért nem mész? Egy kicsi sportoljál, mozogjál meg minden. Na így megismerkedett a Tibivel. Akárhová mentek, Tátrába, Tokajba, ami csak létezett, mindenhova elvitték a gyerekeket. Azt sem mondhatom, hogy pénzt kértek, azért nem kértek pénzt, semmit sem. Én itt nőttem föl, Gyöngyösön, pár utcával odébb. Én nekem elég erős gyöngyösi kötődésem van, én elég lokálpatrióta is vagyok. Én azt nem tudom nézni, hogy a várost továbbra is húzza le ez a telep, és vannak változások, mert látjátok, itt most utat építenek, de a fejekben nincs nagyon változás, sőt, a gyerekkoromhoz képest én azt gondolom, hogy a bűnelkövetésnek, meg mindenféle társadalmi anómiának a jelenléte, ez sokkal súlyosabb itt, mint az én gyerekkoromban volt. Azért az én gyerekkoromban volt sör, meg töményital, de hát nem volt herbál, nem volt kristály. Egész egyszerűen ez úgy lehúzza ezt a telepet, hogy az elképesztő. Aki ezt romanticizálni akarja, akinek ez romantikus, ez a hangulat, annak azt kívánom, hogy tényleg töltsön itt el pár napot, ebben nincs semmi jó. Az ilyen cigánytelepekben nincs semmi jó. Ez egy felelősség, egy morális felelősség, hogy történjen valami, hogy ezek a srácok, akikkel foglalkozunk, kapjanak valami lehetőséget, hogy ne legyen egy egyirányú út az ő életük. Nikó fogja vezetni a mai foglalkozást, nem szeretném, hogy kanibálkodjatok. Tanulunk egy új játékot. A játék neve az, hogy Szandokán. Ebben a projektben egyrészt szakmai segítője vagyok az összes többi mentornak, és ezen kívül pedig gyerekfoglalkozásokat tartok. Alapvetően a pályaorientációs programnak az egyik legfontosabb eleme az önismeret. És ez, mert hogy abból indulunk ki, hogy mi az, ami az én erősségem, mi az, ami az én gyengeségem. Vannak kifejezetten olyanok, amik a kommunikációról, a probléma megoldásról, az együttműködésről szólnak. Sok olyan van, ami az önismeretről szól. Na figyelj, Brandon, Tomi, hogy mondjuk valamit? Mondhatok valamit? Most inkább azokat a játékokat terveztem be, amik egy kicsit arról szólnak, hogy ügyes vagyok valamiben. Volt benne egy pici verseny, de nem akkora nagy verseny, hogy most vérre menjen, mint egy futóverseny. Na, hogyha így elvarázsoltam őket, és szeretnek itt lenni, és szeretnek játszani, akkor már kicsit nehezebb dolgokat, és kicsit nagyobb együttműködés, kicsit kínlódósabb probléma megoldást is tudunk csinálni. Most azért elsősorban így a játéké a szerep, mert hogy azt érzem, hogy így érezzük jól magunkat. Nekünk azokat a szocializációs mintákat kell kompenzálni, amik a családban vannak. Ezt nem tudjuk kivédeni családi szinten. Ha ideális körülmények között tudnánk dolgozni, akkor még egyszer ennyi kapacitásunk lenne, és az a kapacitás az csak a családok úgymond megdolgozásával foglalkozna. Csütörtökön foglalkozás lesz a művelődési házban. Igen. És oda szeretném, hogyha eljönne. Avval már mi baj van? Ez a gyerek is ott volt. Mi rossz történt vele? Semmi, hát jó van, de az apja nélkül nem engedhetem. De nem, beszélünk az apjával, oké? Okay? Na, nem, te, rólad van szó. Ha te azt mondod, hogy igen, akkor az apját mi már meggyőzzük. Az a tipikusabb, hogy a szülőknek fogalmuk sincsen, hogy amikor nincsenek itt a gyerekek, akkor hol vannak. Utólag persze tudják, hogy Tibibával, azaz velem vannak. És igen, van egy-két szülő, aki nem akarja elengedni a gyerekét, mert megvan arról győződve, hogy a gyerekének azt tesz a legjobbat, hogyha bünteti és bünteti. Ezeknek a szülőknek egy nagyon nagy részek nem volt tulajdonképpen gyerekkora. És mivel nem volt neki gyerekkora, nincsen mintája arra, hogy hogyan lehetne gyerekkort adni a saját gyerekének. Jó a Tibivel futni meg. Jó, közelben vagyok, meg szeretek futni is. Milyen rossz a Tibivel? Egy kicsit idegesítő, mert túl sokat beszél.
Egy csomó olyan dolog kimarad, ami a nem itt felnövő gyerekeknek eleve adott, és egy csomó olyan dolog van az életükben, ami viszont mérhetetlenül káros. Hát ugye nagyon sok család egy helyiségben lakik több generáció, és amikor itt terezdel a hajam van, mulatási, meg szabadulási van, akkor ezek a gyerekek részesei ennek az egésznek. Ha itt játszik 30 gyerek, tegyük fel, én pihenni akarok. Én nem megyek ki, becsukom inkább az ablakot, nem szólok rájuk, mert akkor annál jobban csinálják. Szóval őnekik még kell egy kis viselkedés ahhoz, amit mi kaptunk a mi anyáinktól, apáinktól. Ők nem sokat kapnak, mert egész nap az utcán vannak. Tisztelet a kivételnek, mikor 40-30 fokos meleg van, akkor bevonulnak. De aztán este körülbelül 1-2 óráig itten megy a izé, fú. Nekem múlt héten volt egy ilyen szörnyű élményem velük, nekem nem volt jó, nekik, ők nem éreztek ebből semmit, tehát hogy nem úgy szörnyű élmény, hanem az volt, hogy csináltunk egy játékot, és szerintem nagyon ügyesek voltak benne ahhoz képest, hogy mennyire fejlettek a szociális kompetenciáik, nagyon ügyesen megoldották, de volt benne egy pont, amikor így nem működtek jól, és akkor így annyi volt a kérdés, hogy mi volt az, aki nem ment. És az egyik kisfiú, ma nem volt itt, de hogy az egyik kisfiú azt mondta, hogy elcseszettek vagyunk. Hogy ez az iskola hozza, a környezete hozza, a körülötte lévő szociális, nem tudom. Tehát, hogy én annyira nem ismerem őket, tehát nem tudom azt mondani, hogy hú, tutira az iskola, a tanító néni, az óvó néni, nem tudom. De hogy mégiscsak így nő fel 8-9 évesen, és az egyik legkisebb kisfiú volt. Valószínűleg otthon sem kapja azt a mintát, hogy pozitív visszajelzést kapjon arról, amit csinál. Másrészt szerintem az intézmények sem tudják azt adni, hiszen hangosak, nem tudnak sokáig megülni, tehát nem azt az ideális gyereket hozzák, amit egy tanár számára mondjuk ideális. Itt azért kőkeményen kell dolgozni azért, hogy azokat a pillanatok meglegyenek, amikből tudsz a következő alkalommal tovább építkezni. De én elképesztően bírom őket. Elviszlek kocsira. De útközben agyon csaplak. Miért? Kanibálkodsz. Nem kanibálkodsz. De kanibálkodsz, mert tudom, mert mindig hallom, hogy benne vagy valami balhéba. Állandóan álltak az iskolával verni, ugye? Nem járok. De miért nem jársz iskolába? Mi az a, mi miatt nem megy az iskolába? Azért, mert most már nagyon bukásra állsz? Nem. Ha nem? Leszídnek a tanárok? Nem. A többiekkel nem jössz ki? Nem jövök ki, de amúgy nem az. Hát akkor? Azért már ülni kell. Ülni kell. Öcsém, tökölön is ülni kell, azt tudod? Még hogyha látunk és találunk is olyan gyereket, aki jobban teljesít, nagyon nehéz őt ezen a jó íven tartani. Tehát, hogy jó iskolába menjen, jó középiskolába menjen, ott helytálljon, mert az a közeg, ez a közeg, ez mérhetetlenül demotiváló, és még a tehetséges, képes gyereket is vissza tudja húzni ez a közeg. Nehéz egy mondatba összefoglalni azt, hogy hol tud kisiklani egy fejlesztési projekt. Nincsen egy összetartó közösség. Az egy illúzió, hogy van. És amikor valaki erre alapozva akar nagyívű fejlesztési programokat csinálni, akkor nagyon gyorsan pofára esik, hogy nem talál itt közösséget. Tehát ez nagyon-nagyon hosszú idő, hogy fölépítsen az ember itt egy fejlesztési projektet, és ezek a fejlesztési projektek annyira ritkák, mint a fehér holló, amiben van 5-10 éves kifutás. És persze egyáltalán biztos, hogy sikerülni fog. Egyáltalán nem biztos, hogy sikerülni fog. Én abban bízom, hogy az a srác, meg az a srác 5 év múlva fog emlékezni azokra az értékekre, amit akár tőlem, akár az autonómia többi kollégájától lát és elsajátíthat. Mi rosszat csináltál már most megint? Iskolába bukásra állsz? Igen. Miből? Természet, aha. Tesi. Öcsém, te hogy tudsz tesiből bukásra állni? Hát nem most, nem vittem a felszerelést. Az itteni helyi általános iskolába járnak, nem szegregált intézménybe. Hát nyilván látja, hogy neki milyen ceruzája, tolla, cipője, zoknia, pulóvere van. És hogy akár ezért nem öltözik át testnevelés során, akár ezért nem megy be az iskolába, mert neki nincs új ruhája arra, hogy Covid után bemenjen és új ruhája legyen. Minden gyerek esetében felvesszük azt a helyzetet, egy kvázi állapotfelmérést készítünk, amire utána egyéni fejlesztési tervet építünk, hogy hol tart éppen. Tehát, hogyha egy gyerek jön azzal, hogy nekem egy szakma elképzelésem van, vagy választottam azok közül egyet, amit ti fölmutattatok, akkor persze értelemszerűen ebbe segítjük. Na figyelj csak!
Mi legyen ezzel, hogy megmutassuk neki a kollégiumot Pesten? Próbáljuk meg? Egyelőre két gyerek van Gyöngyösvölgyi Budapesten kollégiumban, és talán szeptembertől egy vagy kettő lesz megint. Hogy csak abban az esetben segítjük ezt, amikor nem ártunk vele. Ez végtelen egyszerű ezt megítélni, hiszen megnézzük azt, hogy most milyen helyzetben van, és hogyha az a helyzet most tarthatatlan, mert pedig mind a két esetben, akik most Pesten vannak, ez volt a helyzet, és a kollégium egyértelműen jobb, akkor persze segítjük. Egyetem is tartottam most. Egy jó szakma, és jó lesz minden. Hát még nem nehéz kiszabadulni. Hát, hogyha mondjuk nem is lenne a Tibi, akkor nem bírnák mondjuk Pestre menni. Meg szoktam kapni, sőt én azt is kaptam, hogy gyakorlatilag az náci módszer, hogy innen két gyereket, mert is még lesz több is, akit kollégiumba vittünk el, mert egész egyszerűen itt nem volt biztosított számukra a biztonságos létezés. És hogy őszinte legyek, és ezt én nagyon szeretném, hogy így legyen, leszarom ezt a kritikát, mert nem volt választási lehetőség. Vagy az volt, hogy ezeket a gyerekeket kiemelik és mennek egy állami ellátórendszerbe, amit tudjuk, hogy 14 évesen az ellátórendszer úgy diszfunkcionális, ahogy nem tudnak velük mit kezdeni, és szögdösni fognak, és onnantól kezdve elindulnak visszafordíthatatlanul lejtőn, vagy pedig adunk nekik az esélyt a kollégiumba. Ez volt a másik lehetőség. Tehát kapjuk mi ezt a kritikát, de nem érdekel, mert a legjobb, tehát én hozom meg ezt a szakmai döntést, és nem az, aki a körúton belül ezzel kritizál bennünket. El lehet azt képzelni, hogy ezekben a szegregátumokban itt be vannak ezek az emberek zárva, aztán ott jó legyenek ott, de hát ezek a szegregátumok egy bizonyos időn belül hát az ország versenyképességét is, a társadalom versenyképességét fogják aláásni. És persze ez egy nagyon racionális magyarázat, mert akkor most jön a másik, ami viszont nem ennyire racionális, hanem morális, hogy én személy szerint én nem tudok egy olyan igazságtalan társadalomban élni, ahol ezeknek a gyerekeknek születésüktől fogva nincs meg az az esély. Eleve nincs meg az az esély, mint a minimális esély sincs meg, mint a társadalom többi családjának a gyerekeié. Tehát ezt egyszerűen én nem tudok egy ilyen társadalomban élni, és én el tudom fogadni, hogy más meg igen. Oké, de ha ezt nem tudom elfogadni, akkor valamit csinálni kell. És hát sziszi-puszi a harc, tehát nem kérdezik, hogy miben tudjuk mérni a sikert. Hát 5 év múlva meglátjuk, hogy belőle majd mi lesz. De ha nem csinálnánk, akkor meg végképp ennyi esélyük se lenne nekik.